Az előző feladat után természetesen már könnyű lesz megoldanunk ezt a zárgörömenti integrálos példát, de akkor is azzal kezdem, hogy ugye felveszem, hogy miről is van szó, ugye hol is van az a görbe, ami mentén integrálnunk kell. Ismételten a origó középpontú kettősugarú körről van szó, tehát ez itt kettő, ez itt a gamma plusz 0, 2, ja, szokások rabja, 2 ide, 2 ide feketével. És akkor ezek után nézzük a függvényünket, ugye, hogy mit mondhatunk róla. Az E plusz egy differenciálható mindenhol, koszinusz hiperbolikus természetesen, egy per, igen, mindenhol, ahol ugye értelmezve van, tehát azaz a Z minusz E egyenlő, 0 Z egyenlő, I pont kivételével, ami itt van. Ugye ez a rossz pont, tehát megint csak egyetlen egy rossz pont van, ugye, szingularitás, ahol a függvény nem differenciálható, azon kívül a függvény mindenhol differenciálható, tehát ugye a gamma görbe, ugye, az egy olyan tartományon belül van, ahol a függvény differenciálható, tehát akkor a Lorentz sorokat biztos, hogy tudjuk használni, az is tudja biztos, hogy nem fogunk paraméterezni, és az is, hogy a Cauchy féle, ugye, a Cauchy féle integrál egyenletet nehéz lenne itt használni. Tehát akkor maradt természetesen a Lorentz-soroknak az elmélete. Ugye minden oké, és kellene, hogy mely pont körül is vesszük. Hát nyilvánvalóan, ugye megint csak arról van szó, hogy ez összeesett egy pontra, ide. Akkor természetesen a nulla, a Z0 egyenlő, és akkor itt ez a rossz pont. I pont körüli Lorentz-sorát vegyük már a függvénynek. Abban nézzük meg a C-1 együtthatót, és akkor természetesen meg fogjuk kapni, hogy ez itt 2πi szorozva C-1-jel. Jó? Tehát akkor ugye ez csak egyetlen egy, ugye izolált rossz pont van, és akkor ugye itt a res, vagy a függvénynek az i pont körüli az a C-1 együttható. Jó? Tehát ugye az I pont körüli Lorentz-sorát vegyük a függvénynek, és mivel ugye kívülről nincsen semmi határoló görbénk, akkor ez biztosan jót fog nekünk adni. No, tehát akkor a feladatunk az, hogy ugye a Z0 egyenlő I-vel, hogy itt ezt a kifejezést fölírjuk, mint Z-Z0 az n-ediken hatványok segítségével, azaz Z-I az n-ediken, hát itt ezen hatványok segítségével. Miért írtam ezt így? Azért, mert az előző feladattal ellentétben, hogy egy Z plusz 1-szer CH1-fel Z-I-nk van, tehát itt megvan a Z-I-nek a hatványag és a Z minusz I kifejezés, ez itt Z plusz 1. Tehát alapvetően, hogy megkapjuk a Lorentz-sort, itt bizony-bizony el kell végezni ezt a bővítéses dolgot, hogy ez itt hogy ez Z minusz I plusz 1 szorozva CH 1 per Z minusz I-vel, azaz Z minusz I szorozva. Tehát ez a több az előző feladathoz képest, hogy itt is ki kell alakítani ezt a szorzó tényezőt, a Z minusz I-t, a Z minusz Z nullát, hiszen annak hatványaként kell fölírni, ez ugye 1 plusz I-szel, és itt van CH 1 per Z minusz I. Ugye koszinusz hiperbolikusnak a téló sorát fogjuk használni, mint az előbb, hogy a színusznál használtuk. A szumma n egyenlő 0-tól végtelenig. Z a 2n-ediken per 2n faktoriális, Z eleme C, tehát minden pontban. Akkor ezek alapján természetesen azt fogjuk kapni, hogy a Z helyre az 1 per Z minusz I-t, vagy a Z minusz I a minusz elsőn helyettesítve CH 1 per Z minusz I, az egyenlő persze CH
Z-I a mínusz első helyettesítés után azt fogom kapni, hogy az itt nem egyenlő nullától végtelenik. És akkor Z-I a mínusz elsőn az a két n-ediken, tehát ez a mínusz két n-ediken per két n faktoriális. Hát, hogyha valaki jobban szereti a törteket, akkor persze helyettesítheti azt is. Nekem ez szimpatikus. Tehát ez alapján ez úgy futatódik tovább, hogy Z-I és a szumma n egyenlő nullától végtelenik, z-i, hát a mínusz kéten, tehát kéten faktoriális, meg 1 plusz i, ezt bemásoljuk csak szépen, z-i a mínusz kéten nediken, kéten faktoriális, vagyis azt kapjuk, hogy n egyenlő nullától végtelenik. Ugye a válaszok legyen cn szer alakot, tehát ez azt jelenti, hogy 1 per 2n faktoriális, z minusz i van a minusz 2n plusz elsőn, plusz itt is van leválasztva, ugye n egyenlő nullától végtelenik. Számszorzó az ugye 1 plusz i per 2n faktoriális, és z minusz i van a minusz két n-ediken. Tehát természetesen akkor, hogyha hogy itt z nem egyenlő i-vel. Ja. Nekünk nem minden számja. Oké. Tehát is nyilván ezzel nincsen problémánk. Tehát nem ellenőriztem ezt a feltételt, ugye, hogy ja, ez minden esetben, ha a z nem egyenlő i. Ugye, általában mindig itt foglalkoztunk ott alul azzal, hogy hol is érvényes ez az előállítás. No, megvan a Lorentz sor. Az én nem egyenlő i, az odaírta. És akkor arról van szó, hogy a c minusz egy együtthatót kell meghatározni. Két szummát össze is vonhatnánk, nem akarom, hát nézzük, ugye, mikor lesz itt mínusz 1. Na most, ha kezdjük a második szummával, ez itt mindig páros szám, tehát innen biztos, hogy nincs olyan index, ami futóindex, amire ott mínusz 1-et kapnánk. Itt elképzelhető, hogy van, nézzük csak, hogy van-e, tehát akkor itt az mínusz 2n plusz 1 egyenlő mínusz 1-ből 2 egyenlő 2n, n egyenlő 1-et kapom, hát az igen, ugye nullától megy végtelenig, akkor persze. Tehát itt c minusz 1 adódik, pont az a válaszás, hogyha n helyre egyet írunk. Tehát a c minusz 1 egyenlő lesz, ide n-et, hogyha beírjuk a számhoz, akkor az ugye 1 per 2 faktoriális, azaz 1 kettednek adódik. Tehát megvan, hogy a függvénynek az i pont külön reziduma az 1 ketted, azaz az a zárt görbe ment integrál az 2.